3-1-re nyer a Dac. 2-1. 3-1. Én 3-0-at mondanák. Hát szerintem 2-1 lesz. 2-0. A Dac drukkerek optimistán várták a mérkőzést. A meccs a lengyel-magyar barátság jegyében futballünnep volt, a sokak által várt balhé elmaradt. A szurkolók egymás nemzetét éltették, amit koreográfiával is kifejeztek. Ami a mérkőzést illeti, a sárga-kékek nem tudtak előnyt szerezni. A meccs közel 10 000 néző előtt 1-1-es döntetlennel zárult. Kicsit taktikai mérkőzés volt, mind a két csapat vigyázott arra, amit elért azt az egy gólt. Talán kellett az a gól, amit kaptunk ahhoz, hogy kicsit belejöjjünk még jobban a játékba. Alakítottunk ki helyzeteket, szerintem a földön sokkal jobbak voltunk. Talán az a végjáték, ami az utolsó egy-két passz még nem jött úgy ki, ahogy kellett volna. Ez volt Divkovic gólja, amellyel a Dac egyenlített a lengyel csapat ellen. A dunaszerdahelyiek vezetőedzője büszke volt a csapatára, de tudja, hogy min kell még javítani. We must give a shit for too much respect, for too much afraid, no? And that was a little bit the weakness in the first 30 minutes, and then with one mistake at the European League, they can shoot the ball. But I'm totally proud once again about my team, I'm totally proud about the stadium, because the last 30 minutes was the Dutch supporters' style. A visszavágót július 18-án játsszák Krakkóban.